Hello, itt az Apaidő Podcast. Gondolatok, érzések, interjúk és vélemények apáktól és anyáktól, a szülőségről és minden másról. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra és kövessd az Instagramon az Apaidő oldalt. Itt az Apaidő Podcast. Kertész András vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm Bognár Katalint, a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület szakmai vezetőjét. A mai Apaidő Podcastban vele beszélgettünk arról, hogy milyen háború szülőnek lenni, milyen dinamikája van a háborúnak szülőként, illetve mi szülőként itt Magyarországon mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ott segítsünk, itt segítsünk, illetve elmondjuk a gyermekeinknek, hogy tulajdonképpen mi is történik néhány száz kilométerre tőlünk, a tankokkal, a fegyverekkel, a gyermekekkel, a szülőkkel, milyen sorsok azok, amik minket is érintenek, és amikhez nekünk kötelességünk is kapcsolódni. Szia, Kata! Hello, szia, András! Kata, be tudnád nekünk mutatni egy menekülő család és gyermekek szemszögéből a menekülés folyamatát, dinamikáját? És azért vagyok erre kíváncsi, mert én azt hiszem, hogy mindenkinek vannak filmélményei, vannak saját élményei, hogyha esetleg menekültek, migránsokat segített, vagy találkozott velük. De az átlag magyar embernek azt hiszem, még mindig ilyen ködös, híradón keresztüli élménye van azzal kapcsolatban, hogy min is mennek át ezek a gyerekek és a szüleik, hogyan kell elképzelni azt a folyamatot, amiben ők egyszer csak belelépnek. Ugye ez egy nagy döntéssel indul ez a folyamat, úgy, hogy nem is tudjuk, hogy ennek utána milyen következményei vannak ránk, szülőkre nézve, illetve gyermekeinkre nézve. Először azt szerintem fontos arról beszélni, hogy mindenki máshogy küzd meg az őt ért traumával, vagy nem biztos, hogy traumával, hanem másfajta eszközei, szerepei vannak abban, hogy egy adott nehézséggel megküzdjön, úgyhogy ebből a szempontból nem lehet egy ilyen nagyon általános, hogy mondjam, leírást adni, hogy kit hogyan érint. Ennek ellenére mondjuk így, hogyha így egy kicsit ilyen szakmai szempontból nézzük, mindenképp szakaszokra bontható a menekülés folyamata. Ez nyilván ilyen pszichológiai szakaszokkal is párosul, meg egy csomó mindennek feltételnek kell, hogy teljesüljön ahhoz, hogy ezek a szakaszok működjenek. Amit említettél is, hogy egy döntés az elindulás mellett az mindig egy nagyon-nagyon kérdéses dolog, hát az az első szakasznak az első pontja talán, hogy ki, hogyan és hogyan dönt. És hogy ez a döntés, ez azért egy ilyen fura szó, mert hogy a döntésben érzünk egy ilyen önkéntességet, hogy én szabad akaratomból döntök, miközben azért ez egy elég erős paradox helyzet, mert hogy sokszor is a menekülésnek a definíciójában is benne van az, hogy ez egy kényszerből történik. Tehát, hogy hol döntöd, mi alapján döntesz, ugye az valós döntése, ez tényleg egy autonóm dolog. Tehát ez nagyon fontos, hogy sokszor vannak olyan történetek és olyan helyzetek, amikor évekig zajlik ez a döntés, amikor mondjuk van lehetőség arra, hogy bármiféle konvertálható erőforrásra szert tegyenek az emberek, hogy eladják a házukat, hogy elbúcsúznak a környezetüktől, de vannak azok, és például a mostani helyzet az abszolút ez, amikor nagyon-nagyon hirtelen történik, és ez egy életmentő és azonnali döntés is az elindulás mellett. És hát ilyenkor már is egy csomó kérdés fölmerül, hogy alapvetően azért az ilyen menekülés dinamikájában sokszor, főleg, hogyha ilyen hirtelen háborús helyzet van, ott alapvetően az érzés lehet az emberekben, hogy egy pár napra elmegyünk, és akkor majd visszatérünk. Tehát, hogy ez például egy ilyen nagyon jellemző dolog. Most itt az ukrán helyzetben az egész egyértelmű, hogy nem az történt, hogy most évek óta erre készülnek, hogy akkor elköltözünk, és mi lesz majd, a háború lesz, hanem egy nagyon váratlan esemény. Így a szakirodalom magát az utazást is nagyon fontos szakasznak tekinti ebben a,
ebben a menekült életútban vagy élethelyzetben. Ez nyilván nagyon-nagyon függ attól, hogy honnan, hova érkeznek az emberek. Itt ugye Magyarország esetén, mivel egy szomszédos országról van szó, most nem kell hosszú útról beszélni, de hát maga az út is számos veszélyt rejthet magában, és hogy ezek is olyan tényezők, amik nagyon befolyásolhatják utána, hogy ez az ember, vagy ez a család hogyan tud biztonságra lelni. De mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy Afganisztánból, Szíriából, Afrika bizonyos területeiről maga az út, az akár évekbe is telhet addig, amíg mondjuk egy biztonságos országba érkeznek a menekülők, akkor azért elképzelhetjük, hogy itt ez a több év, az micsoda a veszteségekkel jár. De ezt így a traumáról gondolkodva, alapvetően most már azt is mondják, és ez egy fontos dolog, hogy oké, hogy van egy trauma, ami történik, ami zajlik ott abban az országban, a háborúban, az üldöztetésben, stb., de hogy ezekre rárakódnak olyan traumák, amik úgy mondják, hogy kumulatív traumák, amik felerősíthetik, illetve nyilván bonyolultabbá tehetik utána azt a traumával való megküzdést. Tehát ugye az út az is, tehát az indulás, maga az út, az első, és utána van a megérkezés szakasza, az elképesztően fontos, hogy mi történik a megérkezés pillanatában. Ugye most itt a helyzetben ez nagyon, tehát ugye ebben van egy nagyon erős félelem, bizonytalanság, talajvesztettség érzés, és az, hogy igazából mi kivárja az ideérkezőket, vagy az odaérkező menekülőket, hogy mennyire látják, hogy a Maslow piramisnak az alját, tehát hogy magát a fizikai szükségletek milyen gyorsan vannak kielégítve, és ezután már a pszichés szükségletek, illetve egy csomó minden olyan spirituális szükséglet is hogyan van kielégítve, az elengedhetetlenül fontos. De ebből a szempontból ez nem mindegy, hogy egy határkerítésnél katonák és őrök fogadják az adott embereket, vagy pedig mondjuk egy jól megszervezett segélyakciók, magánemberek, akik nyitottak és támogatóak, de az is fontos, hogy ennek van egy ilyen erős, az az erős része, hogy a biztonságérzethez nem csak a fedélre van szükség, hanem a jogi biztonságra is. Tudjuk, hogy most mi fog velünk történni. Lehet, hogy ez két nap, lehet, hogy egy év, de hogy a biztonságnak ez a több dimenziója meglegyen, az elengedhetetlenül fontos. Általában azt így a menekülés kapcsán három, és így például az ENSZ menekült főbiztossága három ilyen stratégiát mond egy menekülő esetén. Azt mondják, hogy három lehetőség van. Az egyik, hogy mi hamarabb visszatérjen a saját hazájába, hogy elmenjen egy harmadik országba, és ott kérjen menedéket, vagy telepedjen le, vagy abban az országban, ahova érkezett, ott integrálódjon. Ez sem mindegy, hogy kinek mi a stratégiája. Ugye most látjuk, és itt a rengeteg civil, igazi, tényleg önkéntes támogatásból látszik, hogy nagyon sokan vannak, akik Ukrajnából valahova külföldre tovább állnak, tehát egy-két napig van szükségük szállásra, és utána tovább mennek, és nyilván mások a szükségletei azoknak az embereknek, akik vagy nem tudnak, vagy nem akarnak visszatérni a hazájukba majd, ha kitör a béke, és ebben, mondjuk itt ebben esetben Magyarországon szeretnének letelepedni. És akkor innentől megint egy kicsit változhat, mert ugye, hogyha valaki haza akar térni, akkor mindig azt a helyzetet, amiben éppen van, itt a biztonságos helyzetben azt egy ideiglenes helyzetnek tekinti, míg más az, aki mondjuk új életet akar kezdeni, és a boldogulását már ebben az új országban képzeli el, ott nyilván nagyon fontos lesz a munka, a lakhatás, a gyerekek iskoláztatása, tehát hogy azok már másfajta, hogy mondjam, szükségletek, amik felmerülhetnek. De én szerintem nagyon fontos, hogy alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy egy háború elől, vagy egy személyes üldöztetés elől menekülő emberről esetéről van szó, mindig az alapvető biztonságérzet az, ami sérül, és hogy ebben kell nekünk szakemberként is, meg laikus segítőként is támogatóak lenni, hogy valahogy a világba vetett hitelt, a biztonságérzetet, amennyire lehet, meg tudjuk adni az embereknek itt és most.
Említetted, hogy a döntés és az utazás után az integráció és, a háromféle megoldás, hogy marad, hogy vissza akar térni, vagy egy harmadik országba akar menni, mindegyikben nagyon fontos események történnek a menekülőkkel, és fontos döntéseket kell, hogy hozzanak. Megemlítetted az utazással kapcsolatban, hogy hát el tudjuk képzelni, hogy micsoda traumák érik az embereket, miközben utaznak, miközben menekülnek. Én azt gondolom, hogy nem tudjuk elképzelni. El tudnád mondani, hogy mik azok a legnagyobb traumák, amik az embereket menekülés közben érik a 21. században? Szerintem nagyon-nagyon sok vesztességgel jár ez a dolog. Tehát eleve az, hogy a megszokott közegedet, még akkor is, hogyha az ott borzalmas volt, el kell hagynod, az már egy nagyon erős veszteség. Ugye most itt az ukrán helyzet esetén ez nem jellemző, vagy nincs erről szó, de hogy nagyon sokszor az emberek csak úgy tudnak elindulni, hogyha embercsempésznek a szolgáltatásait veszik igénybe, ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy mondjuk egy falu, vagy egy nagyobb közösség, egy család összedobja az összes pénzét, és mondjuk még el is adósodik azzal, hogy a legkisebb királyfit, vagy egy embert útnak indítson, és majd ő neki kell visszaszolgálnia azt a pénzt és megelőlegezett nagyon-nagyon sok erőforrást, amit mondjuk a család így befektet, úgymond abba, hogy utána később esetleg a többiek is eljöhessenek abból az adott rémes helyzetből. Az embercsempészet nagyon sokszor, és most már így az emberkereskedelem és az embercsempészet nagyon-nagyon szorosan összefügg, láthatóan kizsákmányoló munkák vannak, hogy útközben olyan dolgokat kell elszenvedni ők, ami hát növeli a kiszolgáltatottságot. Ez a folyamatos bizonytalanság és a félelem attól, hogy végül is egy olyan dolgot csinálnak, ami ugye jogellenes, az is egy nagyon erős szorongást kelthet. Sokszor áldozattá válnak, tehát hogy itt nemi erőszaktól kezdve mindenféle erőszakos bűncselekmények áldozataivá válhatnak a menekülők, elszakadnak a családok egymástól, tehát hogy így elveszítik a gyerekek a szüleiket, szóval hogy azért ez nagyon-nagyon sok minden ilyenfajta veszteség történhet, és egy dolgot így elfelejtettem mondani így a megérkezés körül, hogy nagyon sokszor, amikor megérkezik egy család vagy egy ember, akkor van egy ilyen biztonságos hely, egy safe place, aminek az elérése nagyon-nagyon sokat számít, de hogy ilyenkor megnő az a fajta szorongás, hogy de mi van az otthon maradottakkal. Sokszor a menekülőkben van egy szégyen, egy olyan fajta érzés is, ami arról szól, hogy én el tudtam jönni, és ott maradtak a többiek, szóval ez egy lélektanilag nagyon megterhelő helyzet, hogy nem csak önmagában arról van szó, hogy az én életem és az én túlélésem múlik az egészen, hanem az, hogy de mi van az otthon maradottakkal, és ebben hol van az én felelősségem. Hogyha most a mostani helyzetre tekintünk, ugye látjuk, hogy a fiatal, és nem csak a fiatal, hanem gyakorlatilag a férfiakat nem engedték ki Magyarországra, nők és gyerekek érkeznek, hát érthető, hogy az anyukáknak, a feleségeknek micsoda félelmet jelent, hogy hírek nincsenek, ugye ilyenkor megnő tehát nagyon erősen az a vágy, hogy akkor tudjunk róla, hogy mi történik otthon. Ebből a szempontból például, hogyha el vannak vágva a kommunikációs csatornák, az szintén egy ilyen nagyon-nagyon erős szorongást okozhat és félelmet. Szörnyű, amit mondasz, és nekem, én most nagyon ide erre a felvételre, ugye nagyon friss élményekkel érkeztem, mert kivittem egy édesanyát a fiával és a kis kutyájukkal a keleti pályaudvarra, mentek innen tovább, itt aludtak ma Budapesten egy iskolában, és nem is, te tényleg nem tudom, hogy sírjak, hogy üvölcsek, hogy sírva üvölcsek, szóval, hogy akkora, már ez önmagában akkora, hogy is mondjam, trauma, vagy akkora negatív élmény volt ehhez kapcsolódni, hogy
hogy nagyon mélyen elgondolkodtat az értékeken, a világon, hogy mi miért és hogyan történik. És a mai műsort, már ez jóval előtte megbeszéltük, hogy ma elkészítjük ezt az adást, és beszélgetni fogunk. Teljesen véletlenül jött az én életembe, hogy ma így alakult, hogy akkor mentem és segítettem. És most ezzel ülök itt, hogy egyszerűen van egy ilyen nem értem érzés bennem. És azért is szeretném, hogy a mai adás az szóljon egy kicsit arról, hogy elmondjuk, hogy milyen lehet ez, hogy próbáljunk meg beleélni magunkat, hogy ne csak a sorozatokból tájékozódjunk arról, hogy milyen egy háború és milyen egy menekülés, hanem nézzünk utána és értsük meg magunkban és a másokban, hogy mi zajlik. És amikor ma utaztam az autóval, ott ült az édesanya a kisfiával, és mentünk a keleti pályaudvarra, egészen vegyes érzések voltak bennük is, azt hiszem természetesen, és bennem is, mert egyszer érezték magukat biztonságban, ugyanakkor, és egy autóban utaztak, Európában kényelmesen, hátrahagyva az édesapát, de a kiskutyát elhozva, igyekeztek Bécsbe és Bécsből Olaszországba, szóval, hogy annyi érzés, annyi minden kavarok bennünk, hogy nagyon nehéz innen kívülről átélni, megélni, hogy milyen lehet egy édesanyának a gyermekével elmenekülni, akinek lerombolták a házát, és nincs hova hazamenni. Hogyan tudunk mi segíteni ezekben a helyzetekben, jól segíteni? Nagyon sokféleképpen lehet jól segíteni. Szóval tényleg az is egyik jól segítés, hogyha annyit válasz, hogy igen, akkor most a keleti pályaudvarra elviszel egy családot, az is jól segítés, hogyha azt mondod, hogy fú, nekem inkább fontos, hogy nem tudom én, pénzt kapjanak azok a szervezetek, akik ezt régóta professzionálisan segítik, akkor is jól segítesz, hogyha 2-3 emberrel elbeszélgetsz arról, hogy miért nem ukrán-orosz háborúnak hívjuk ezt, hanem orosz agressziónak, és szóval, hogy egy csomó minden van, amit ahogy lehet jól csinálni, az szerintem nagyon-nagyon fontos minden segítésnél, akkor is, hogyha ezt professzionálisan segítjük, akkor is, hogyha laikusan, hogy a mi motivációinkkal tisztában legyünk, hogy pontosan miért csináljuk, és hogy csináljuk, és mik a mi határaink, ez elengedhetetlenül fontos, és egy kicsit félelmetes is egyszerre, hogy van egy ilyen nagyon erős szándék, és szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek tényleg kiállnak ez ellen az tényleg elképesztő háború ellen, és a saját erőforrásaikat figyelembe véve segítenek, de az is nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy nagyon sérülékeny helyzet mindenkinek. Ahogy te magad beszéltél a saját megérintődésedről, bevonódásodról, szóval, hogy azért akkor tudunk igazán jól segíteni, bárhogy is segítünk, hogyha pont ezt a fajta, tehát az empátiát és a tényleg az egésznek az átérzését nem félrerakva és nem robottá válva, de egy kicsit kívül maradunk ebben, mert hogy nem fogjuk tudni átélni, és nem is kell átélnünk ezt az elképesztő nehéz és ambivalens helyzetet. Mi akkor tudunk szerintem jól segíteni, hogyha ebben a borzalomban és irracionalitásban valahol mégis a racionalitást, a biztonságot, a normalitást képviseljük a saját eszközeinkkel. Olyan érdekes ez, hogy mondod a normalitás, meg hogy igen, maradjunk abban, amiben vagyunk, és ezzel, ennek a kisugárzásával adjunk biztonságot és nyugalmat. És hát persze, azt hiszem, ez nekem ma sikerült, de mégis mondok egy, hogy milyen ambivalens érzések vannak ebben az egész segítésben, hogy ezt a családot kivittem a keleti pályaudvarra. Oké. Feltettem őket a vonatra, igyekeztem mindenről gondoskodni, megszervezni ott, amit kellett, megkeresni, biztonságban érezzék magukat, ott ült, oké. Leszállok a vonatról, megyek, és akkor megszólít egy másik hölgy, annyi éves lehetett, mint én, hogy a Bécsbe menő vonaton a 413-as kocsi nincs rajta, de neki oda szól a jegye. Akkor most mi lesz? És
És akkor elkezdtem segíteni ebben, és beszélni kalauzokkal, ott a MÁV dolgozókkal, a 26-kal, és ő se tudott segíteni, akkor majd jön valaki, aki esetleg fogja tudni, hogy mi lesz ezzel a megszervezésével. És közben, miközben beszélgettünk, nagyon jól beszélt angolul, szóval szépen el tudtunk társalogni. Közben döbbentem rá, hogy tulajdonképpen ez a beszélgetés, ez a kedves, aranyos beszélgetés közöttünk, ez egy teljesen ilyen európai kultúrált beszélgetés. Ő is szépen föl volt öltözve, én sem voltam rosszul felöltözve. Álltunk a keleti pályaudvaron, beszélgettünk, hogy merre megy a vonat, és akkor stb. És akkor egyszer csak rádöbbentem, hogy de hát ő, tehát, hogy menekült. Van 3 táskája, viszont látást, és ez a ruha, ami rajta van, és kész, és tehát, hogy ő nem az van, hogy most leugrik a, nem tudom, olasz tengerpartra, aztán majd visszajön, hogyha kifürödte magát, és már elég csoki barna. Szóval, hogy nagyon nehezen tudunk még megérkezni is ebbe, hogy akkor most tényleg, hogy ez nem egy film, hogy ő most ez történik. Hogyan, mi a segítés, a menekült segítés lélektana? Mire figyeljünk, hogyan tartsuk magunkat egybe ebben az egész helyzetben? Ja, igen, ez nagyon nehéz, hogy ki hogy tartsa magát. Ez, tényleg nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy legyünk tisztában a saját erőforrásainkkal, a saját energiáinkkal, hogy osszuk be ezt, hogy lássuk, hogy mit bírunk, hogy olyat is ér, hogy azt mondom, hogy én nem tudom azt most fölvállalni, hogy befogadjak egy családot egy napra, két napra, egy hétre. Tehát az is tökre ér, hogy azt mondom, hogy figyeljetek, én nem tudok. Tehát, hogy én nekem ez vagy megterhelő, vagy egyszerűen a saját élethelyzetemben nem vagyok olyanban, hogy most tudjak adni, vagy elbírjam ennek a terhét. Az, hogy legyenek keretek, határok, hogyha mi fáradtak vagyunk, és 7 nap alatt éve mondjuk a keleti vagy nyugati pályaudvaron dolgozunk, és nem alszunk, akkor kifogaluk, tehát hogy muszáj beiktatni, végig gondolni azt akár, hogy az én életemben most ez a segítés, ez milyen szerepet tölt be, hogy annak mik a keretei, határai. Általában azért az, hogyha ezt csoportban segítjük, tehát hogy együtt vagyunk valakikkel, ne adj Isten egy olyan koordinációban, ahol ezekre a fajta támogatásokra is van lehetőség, hogy beszéljünk egy olyan emberrel, aki most nincsen így nyakig benne, hogy végig tudjuk beszélni, hogy egy kicsit ventilálni, hogy ki tudjuk ereszteni a gőzt, ez nagyon-nagyon fontos. Valószínűleg annak a veszélye, hogy így egyes hősben elindulunk, az nagyobb olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon, akár tök hatékonyak is tudunk lenni, és sok mindent csinálni, de nagyon könnyen ki lehet égni. Az is fontos, hogy lássuk, hogy ugye ezt már mondtam az előbb, hogy mi a motiváció. Itt megvan ez a közelség, hogy akár velünk is történhet, hogy magyar emberek vannak, hogy az egésznek van egy ilyen sorsközösség része is. Szóval ezeket érdemes egy kicsit szétcincálni, egy kicsit kigobolítani ezt a bonyolult gombolyagot, és végig gondolni azt, hogy ezt meddig tudjuk csinálni, hogy mit szeretnénk ezzel elérni, hogy hogyan lehet jól segíteni, már hogy annak az embernek mi a szükséglete, ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az élethelyzetben nagyon sokszor megélhetjük azt, a menekülő megéli azt, hogy ő vele csak történnek a dolgok. Nekünk nagyon fontos az, hogy vissza tudjuk adni az autonóm döntésnek azt a pici lehetőségét is, tehát ez a mit szeret, válasszon, mert az a nagyon fontos az, hogy sokszor tényleg annak a megélése hiányzik, hogy én autonóm módon dönthetek a saját életem felől. Nagyon könnyen kialakul egy ilyen tanult tehetetlenség, vagy hospitalizáció a menekülőkben, hogy én elszenvedem, nem vagyok hatással az én életemre. Minden olyan, ami az autonómiát visszaadja, ami döntés, nagyon pici döntés is, hogy akkor mit kér enni, vagy hogy hova szeretne menni, azok mind segítenek abban, hogy ezt az ilyen abszurdnak nevezhető, de mégiscsak normalitást tudjuk képviselni. Nekem van egy olyan kérdésem, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz válaszolni. Azért, mert szeretném a hallgatóinknak, nézőinknek átadni azt, hogy milyen a lélektana
ennek az egész helyzetnek, ami most Ukrajnában van, a menekültek, a menekülés lélektanában, és ezzel kapcsolatban szeretnék tőled néhány történetet hallani. Az első kérdésem az, hogy neked mi volt a legmegrázóbb az életedben történet, amivel találkoztál? Persze, így az, hogy jó a kérdés, nehéz kérdés ez, mert hogyha az, hogy személyesen mi érintett meg legjobban, vagy milyen olyan történettel találkoztam, ami nagyon megérintett, alapvetően azokra a menekültekre tudok gondolni, és nem egy történetre, akik arra kényszerültek, hogy mindent feladva elhagyják a hazájukat, és most ez így nagyon sok szempontból jön vissza, tér vissza, és az elmúlt 26-27 évnek ezek a történetei vannak a szemem előtt. Gyerekek, családok, most hirtelen történik valami, és föl kell adniuk az egész eddigi életüket, és mondjuk nem tudják, hogy mi lesz velük holnap. Talán ez az inkább egy ilyen érzés, ami bennem most így erősen megvan. És hogy ezekben mennyire sok különbözőség van, és mennyire hasonlóság. És egy kicsit talán, hogyha ilyen személyes, akkor ezért ezek a menekülés történetek párhuzamba állíthatók számomra a saját családomnak a történetével, és ezek mindig így furán rezegnek egymásra, és nyilván jobban megérintődöm, hogyha ezek így bekúsznak, ezek a transzgenerációs traumák. Említetted, hogy megszólítanak téged a saját családi történeteiden keresztül is ezek a menekülés történetek. Hogyan? Tehát milyen típusú történetek vannak, amiket te saját magadra le tudsz fordítani, hogy megtalálod a hasonlóságot, a pandantját a saját életedben? Hát talán az egyik az, ahogy ez az egyik pillanatban nem hiszem, és nem látom, és de hogy mégis megtörténhet érzés. A nagymamámat, az apai nagymamámat az egyéves gyerekével, lányával és az ő anyukájával Szegedről deportálták, és ahogy mesélt arról, hogy akkor ők még nem gondolták, hogy ez a vonat az hova fog menni. Szóval ennek az egésznek az ilyen esetlegessége, mélysége is az, hogy most így egy csomószor van az, hogy velünk nem történhet meg, de hát most eddig távol volt, és most nagyon közel van ez az egész háború dolog. Talán ez, ami így időről időre fölmerül, és átsejlik ezeken az itt és most tapasztalt sorsokon. Te már jó régóta foglalkozol menekültekkel, migránsokkal. Mi késztetett téged arra, hogy elindulj ezen az úton? Igazából a történet az egy egyszerűbbnek, vagy egy egyszerűbben indult, amiből aztán ez a választás lett, vagy ez az elköteleződés így a menekült ügy migráció irányába. A délszláv háború idején én egyetemre jártam, szociális munkás szakra, és akkor az akkori ENSZ menekültügyi főbiztossága megrendelt egy kutatást, ami arról szólt, hogy a délszláv háborúból Magyarországra érkezett menekülteknek mik a rövidtávú, hosszútávú stratégiáik, és hogy ők haza kívánnak-e térni a volt Jugoszlávia területére. És akkor ennek a kutatócsoportnak így tagja voltam egyetemistaként, és elkezdtünk az akkori menekülttáborokba interjúzni az emberekkel, és ott volt egy ilyen nagyon erős élmény, érzés, hogy basszus, itt állunk mi ilyen kérdőívekkel, meg magnókkal, és kérdezzük ezeket az embereket, hogy mit akarnak majd egyszer csinálni, miközben az itt és mostban elképesztő veszteségekkel kellett szembesülniük, féltek, idegen helyen voltak, sok esetben összezárva, tehát hogy és ennek volt egy ilyen abszurditása, hogy ez most itt, értem, hogy mi a feladat, tehát hogy itt tök oké, és ez fontos egy nagy nemzetközi szervezetnél, hogy nézzék, hogy milyen irányokba lehet fejleszteni, meg támogatni az embereket, de hogy itt most ezeket az embereket ki segíti, ki támogatja, ki játszik a gyerekeikkel, ki nyugtatja meg, és akkor gyakorlatilag akkor már a Menedékegyesületnek volt egy
egy ilyen ernyőszervezet, de nem szolgáltató szervezeti alapja, és akkor kezdtünk el gyakorlatilag szociális munkát szolgáltatni, és ez most már 27. vagy valahogy így éve zajlik. Azóta változtak az idők, meg mindenféle hullámok jöttek, mentek, de hogy alapvetően az, hogy a segítségnyújtás az a menekülésnek minden szakaszában nagyon-nagyon fontos, és ugye azt tudjuk támogatni, hogy ezek az emberek, akik nagyon-nagyon sok veszteséget éltek meg, és lehet, hogy soha életükben nem fognak tudni visszatérni a hazájukba, kapjanak ahhoz támogatást, hogy új életet tudjanak kezdeni, az azóta is változatlanul fontos. Mi az, ami ott tartott téged emellett, a munka mellett? Mert hogy ez elképesztően sok kihívással jár, lelkileg is, fizikailag is nehéz. Hát amit mondtál is, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon kihívásokkal teli, iszonyatosan sokszínű szakma. Nehéz azt mondani, hogy ez egy szakma, mert nagyon sok mindent csinálunk sokféle megközelítésben. Azt hiszem, hogy ez a sokszínűsége, a kihívásokkal telisége és a folyamatos változása az, ami engem motivál, illetve az motivál, hogy civilnek lenni az egy másfajta elköteleződést jelent számomra, és így most már nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy ne civil szervezetben dolgozó munkatársként éljem az életem. Azért én még visszakanyarodnék az első kérdésemhez, és nagyon érdekelne, hogy mi az a történet, ami neked gyakran eszedbe jut, és magával ragadó volt egy migránsnak, egy menekülőnek, egy családnak a története. Van ilyen, ami veled megy mindenhová, és mindig ott van, és újra is újra eszedbe jut? Vannak ilyen morzsák, mondjuk azok a történetek, ahol mondjuk pont olyan, minden évben tartunk gyerektáborokat, és még talán az első gyerektáborban voltak afgán gyerekek, akik akkor érkeztek egy-két hónapja, és mondjuk így megmaradtak arcok, meg helyzetek, és például az egyik kolléganőnk, most ő kisbabával otthon van, de hogy ő utána jóval később munkatársunká vált, mert ő azt mondta, hogy mindenképp, hogy neki ez olyan sokat jelentett az ő gyerekkorában, hogy ezek a táborok voltak, illetve hogy volt ez a fajta támogatóháló, hogy ő ezt szeretné valahogy visszaadni. Nyilván ez egy ilyen patetikus dolog, de hogy amúgy egy csomó ilyen, tehát hogy tényleg azok, akik emberfeletti energiával dolgoznak azért, hogy itt tényleg Magyarországra beilleszkedjenek, hogy állampolgárságot szerezzenek, szóval ezek inkább ilyen mikrotörténetek, de mondjuk vannak ilyen kevésbé felemelő részei, amikor továbbáll egy család úgy, hogy tudják, hogy nem mondhatják el a gyerekeiknek, hogy milyen döntést hoznak, és a gyerekeket hirtelen kiszakítják a megszokott közegükből, és ezek például tök komoly szakmai dilemmák számomra, hogy ére érdemese kell-e utána nézni, utána menni ezeknek a történeteknek, ezeknek a gyerekeknek, hiszen ők tényleg részben egy elszenvedői, részben persze aktív szereplői ezeknek a történeteknek. Mi az, ami ebben a helyzetben más, mint 2015-ben volt, vagy amikor elsétálunk egy hajléktalan mellett, és nem segítünk neki? Mi van most? Most valami van, ami eddig nem volt. Szerintem a kulturális közösség az mindenképp egy nagyon erős közös pont. Tehát, hogy ez volt különben a délszláv háború idején is, hogy ismerősek az emberek, ahogy te is mondtad erről az asszonyról a keleti pályaudvaron, hogy nem ilyen máshogy kinéző menekültek, hanem hogy ez az akár velünk is megtörténhet érzés. Szerintem ez egy nagyon erős empátiát erősítő dolog. Tehát ez a fajta kulturális közelség. Most ugye a kormányzat is elkezdett egy menekültekről beszélni hirtelen, ami kép egy empátiát, odafordulást és szolidaritást keltő kép. Tehát ez is benne lehet, hogy most így végre itt vannak azok,
akik méltók, most ezeket mind idézőjelben mondom, de méltók a segítségre, tehát mondjuk az idegen ellenesség, vagy az ilyen negatív migráns ellenesség egy kicsit átkereteződött ebben, hogy tényleg a miniszterelnök felesége segélyszervezeteknél, hogy folyamatosan látható, hogy ezt most így ér csinálni, és jól csinálni, és nem mondjuk soros katonáiról beszélünk, akik itt el akarják muszlim emberekkel árasztani az országot. Szóval ebből a szempontból szerintem így a kormányzati kommunikáció is más. Ennyit számít ez? Aha, nagyon sokat. Nagyon sokat. Igen, sajnos sokat számít, és ezt különben, hogy mondjam, negatívként élhetik meg azok az emberek, akik mondjuk tényleg távoli országokból menekültek, és most érzik ennek a kettős mércéjét. És különben meg nagyon könnyen, hogy mondjam, azért ennek vannak kockázatai is, mert nem pusztán csak fehér középosztálybeli angolul beszélő ukrán menekültek érkeznek, hanem olyanok is, akik amúgy otthon Ukrajnában is, de privált helyzetben voltak, lehet, hogy nem olyan szociális státuszúak, lehet, hogy maguk sérülékenyek, szóval, hogy ezért ez is benne van a pakliban. Egy kicsit térjünk át a mi világunkba, és itt Magyarországon nézzünk rá egy picit arra együtt, hogy mi szülőként, meg a mi gyermekeink családként, mi mivel nézünk szembe. Azt hiszem, hogy két fő terület van, amiről mindenképpen beszélnünk kell a mai Apaidő podcastban. Az egyik az az, hogy mi történik a menekültekkel, akik itt maradnak, a családokkal, a gyermekekkel, ők hogyan integrálódnak a mi társadalmunkba, mi ezzel hogyan vagyunk, hogyan tudunk segíteni, mi lenne a megfelelő attitűd. A másik pedig, hogy mi a családunkban hogyan dolgozzuk föl mindazt, ami történik. Egy kicsit beszéljünk azokkal, akik itt maradnak, hogy velük mi lesz és hogy lesz. Amellett, hogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi Magyarország, mi emberek, akik Magyarországot alkotjuk, mi hogyan segítünk azoknak, akik itt szeretnének maradni, és velünk együtt élni ebben a hazában. Egyrészt, másrészt pedig, milyen jogi környezet van, ami segíti őket, a gyerekek hogyan fognak iskolába járni, óvodába járni, akik nem beszélnek se angolul, se németül, se magyarul, se hogyan, akkor ők velük mi lesz, hogyan kell ezt elképzelnünk nekünk, akiknek nincsenek ilyen háttérinformációink. És azt az aspektust egy kicsit provokatíve hadd hozzam be, hogyha én jól tudom, utána néztem, hogy 28.500 forintot kapnak azok, akik létfenntartási támogatásként, rendszeres létfenntartási támogatásként, akik Magyarországon szeretnének lakni. Hogyan lehet ennyiből kijönni, hogyan lehet egy életet felépíteni? Kinek és mi a dolga azzal, hogy ők megfelelő bánásmódban és megfelelő környezetben, körülmények között tudjanak élni itt velünk együtt? Ez egy jó kis összetett kérdés. Akkor kezdjük azon, hogy hogyan tudnak boldogulni azok, akik itt szeretnének maradni. Most azt látjuk ezen a ponton, hogy az első időszakban olyanok érkeztek Magyarországra, akiknek valamiféle magyar kötődésük van. Vagy ukrajnai-ukrán árab polgárok, de már itt dolgoztak, vagy dolgoznak akár családtagok. Ugye azt is látjuk, hogy a magyar munkaerőpiacról baromi sok munkáskész hiányzik, tehát az is lehet, hogy nem ezt a védelmi státuszt, amire hivatkoztál, ez a 28.000 forint, ez a menedékes státuszhoz kapcsolódó szociális ellátás. Tehát lehet, hogy egyszerűen nem ebbe a menekült trackre kerülnek ezek az emberek, hanem elkezdenek munkát vállalni, lakást bérelni, gyakorlatilag normális migráns munkavállaló életet, ebből a szempontból azért mondom, hogy normális, mert hogy nem a menekült ügyrendszerében. És ilyenkor, innentől az a kérdés, hogy milyen szociális transferek vannak, azok mellékessé válnak, mert hiszen dolgoznak, és akkor úgy élnek, mint bárki más külföldi munkavállaló.
Itt ugye a 16 éves korig tankötelezettség van, ebből a szempontból a lakóhely szerint illetékes általános iskola lesz, ugye a körzeti iskola, hova nekik járniuk kell. Ez egy nagy kérdés, hogy ez hogyan fog terhet jelenteni, vagy hogyan jelenik meg a közoktatásban. Én azt látom, hogy bár semmiféle, és erről azért egy kicsit fontos beszélni, hogy 2015 óta gyakorlatilag a menekülteket ellátó támogató intézményrendszer az lebontásra került, tehát se speciális támogatásra, se, tehát hogy nem volt olyan fajta integrációs szolgáltatás, ami állami, amit az állam látott el. Tehát, hogy most például is mindig nagyon kreatívak volt az iskolák, az intézmények. Hát ez egy kérdés, hogy mondjuk egy adott kerületben, hogyha hirtelen egy iskolába 100 gyereknek kell a tanulását biztosítani, az ahogyan fog megküzdeni maga az ellátórendszer. Azt látjuk, hogy helyi jó gyakorlatok kialakultak, tehát vannak elkötelezett pedagógusok, akik kézzel, lábbal, piktogramokkal, nem tudom én, ki tényleges szakmai segítség nélkül oldják meg ezt a helyzetet. De különben, hogyha ez így marad, és nagyobb számban lesznek olyan gyerekek, akiknek iskolába kell járniuk, muszáj lesz valamiféle struktúrált állami beavatkozás is. Az nagyon fontos még, hogy ugye említetted, hogy nem beszélnek mondjuk olyan nyelveket, vagy nincs közvetítő nyelv, hogy a gyerekeknek mindenképp iszonyú gyorsan tanulnak, és nagyon-nagyon fontos az, hogy mi hamarabb abban a nyelvi közegbe kerüljenek, ami a befogadó ország nyelve. Tehát, hogy vannak ezek a gyakorlatok, hogy ilyen migráns osztályokat, meg nem tudom én, felzárkóztató osztályokat hozzunk létre, de alapvetően a gyerekek érdeke az az, hogy mi hamarabb magyar nyelvi közegbe tudjanak kerülni, és különben akik meg tanultak a saját anyanyelvükön, hogy maga az ukrán tanulmányaikat se feltétlenül hagyják félbe, ez nagyon-nagyon fontos, illetve hogy nyilván meg minél több segítséget megkapjanak abban, hogy az osztályokban például tudjanak boldogulni. Ugye ez a pénz, amiről beszéltél, ez a kifejezetten a menedékes státuszhoz kapcsolódik, ez ebből nyilvánvalóan nem lehet megélni, az ad egy kis fort vagy biztonsági érzetet, hogy ne kelljen rögtön mind a két szülőnek dolgozni, vagy hogyha egy szülős családról van szó, akkor valami relatíve biztonságban legyenek. De hát alapvetően senki nem akar ennyiből megélni, hanem itt is hosszú távon a munkavállalása az lehet a megoldás, hogy olyan állásokban helyezkedjenek el, ahol aztán rendes bért, vagy igen, tehát hogy rendes pénzt kapjanak. Hány gyerekről beszélünk ma Magyarországon? Tehát most mennyi gyerek lehet itt? Hány gyerek menekült el Ukrajnából, és hány gyerek érkezett Magyarországra? És mire számíthatunk, hogy hány gyermek fog érkezni ide hozzánk a közeljövőben? Fogalmam sincs. Tehát, hogy alapvetően nem tudjuk. Tehát, hogy ilyen 200 000-es számokat hallunk, hogy annyian indultak már el, ez naponta változik, de mivel az, hogy kik nyújtottak be menedékes státusz iránti kérelmet, ott egy számot tudunk, de azt például nem tudjuk mi, hogy hány gyerek van ebben, hogy ők hosszú távon mit fognak csinálni. Ugye azok, akiknek van biometrikus útlevelük, ők tartózkodhatnak 90 napig mindenféle előzetes regisztráció nélkül, tehát most ezen a ponton ezt nem tudjuk. Tényleg őszintén fogalmam sincs, hogy valójában mennyi gyerek lesz, aki eljut arra a pontra, hogy iskolába is szeretne járni. Hozzánk a menedékhez most már jönnek ilyen kérdések, hogy hova írassák be, hogy mi ennek a menete. Én most itt a két hét alatt olyan 5-6 családról hallottunk, vagy hallottam, akik már ezzel a konkrét kéréssel vagy kérdéssel fordultak hozzánk. De ők különben a nagy részük magyar állampolgár is, tehát itt is van egy ilyen kanyar, hogy ők pedig most a menekültségük mellett magyar állampolgárokkal, azonos jogokkal is rendelkeznek, hiszen nagyon sokunk kettős állampolgárok azok közül, akik itt tartózkodnak most Magyarországon. Biztosan sokan vannak olyanok, akik szeretnének segíteni, de hogy nem nagyon tudják, hogy hogyan lehetne segíteni. Mi az, amire a leginkább szükségük van a menekülteknek ma, holnap, holnap után?
Biztonságérzet, ez szerintem nagyon fontos, és tényleg lehet, hogy majd arra lesz szüksége egy családnak, hogy legyen egy mentor, aki segíti a gyerekeknek az iskolai tanulmányait, lehet, hogy arra, hogy valaki, nem tudom én, vezesse körbe a városba, mutassa meg, hogy hol lehet olcsón, nem tudom én, bevásárolni. Van olyan, akinek jogi segítségre van szüksége ahhoz, hogy megnézze, hogy egyáltalán milyen lehetőségei vannak. Szóval elég sok mindent lehet csinálni. Ebben az első szakaszban biztosan az ilyen hétköznapi, tényleg az élelem, legyen a fedél fejem fölött, hogy biztonságban érezzem magam, az elengedhetetlenül fontos. Bár egy kicsit, hogy mondjam, amellett, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos, ami most történik így a civil emberek részéről, de én azért nagyon-nagyon fontosnak tartanám ezt, hogy ez egy állami feladat. Tehát nagyon-nagyon jó lenne, hogyha mi hamarabb tudnánk, hogy mik azok a középtávú biztonságot nyújtó elhelyezések, amik intézményesen biztosítják ezeknek az embereknek a biztonságát, hiszen erre nem lehet berendezkedni, hogy magánemberek saját lakásukba fogadnak be hosszabb távra embereket, és ez kiváltja az állami intézményrendszert. Hát ez biztos. Ha jól értem, és nekem is egyébként ez volt az élményem ma, hogy... Ha jól értem, amit mondasz, akkor tulajdonképpen az elérhetőség és valami fajta mentor szerep az, amire leginkább szükségük lehet a menekülteknek itt az első szakaszban. Tehát, hogy ott lenni, hogy jelen lenni, és hogyha valakihez szeretne fordulni, van kérdése, segítségre van szüksége, akkor elérhetőnek lenni valahogyan számukra. Mondjuk ez egy jó kérdés, hogy hogyan vagy hol kell elérhetővé válni, hogyan lehet elérhetővé válni a menekültekkel kapcsolatban, de nekem is ez volt az élményem, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgok, számunkra egyszerű, a hétköznapjainkhoz kapcsolódó egyszerű dolgokban kell segíteni, tudni nekik, és sokszor nagyon kicsi dolgokkal, rövid időráfordítással, kevés pénzráfordítással óriási segítségeket lehet nyújtani. De hogy mondjuk mi, akik megtehetjük, és úgy élünk, olyan környezetben vagyunk, hogy tudunk segíteni, vagy elérhetőek lehetünk menekültek számára, mit tegyünk, hová forduljunk, hol kell jelentkezni? Hát erre azért szerintem elég sok lehetőség van, és hogyha csak fölmegyünk a, nem tudom, a közösségi média oldalakra, ott is van egy csomó felhívás. Mindezek ellenére én egy kicsit azt mondom, hogy azt is fontos végig gondolni, hogy miben vagyunk igazán jók mi. Tehát, hogy mi az az erőforrás, ami, mert az tök érthető, hogy szendvicset kenni, hogy vizes palackot osztani, hogy adományt gyűjteni, hogy szortírozni, hogy ez nagyon-nagyon fontos, de azért érdemes azt is végig gondolni, hogy mi az, ami nekünk személyesen, magánemberként, szakemberként plusz erőforrásunk van, vagy tudásunk, tapasztalatunk. Most már például látjuk, hogy elég sok coach, szupervízor, pszichológus kezd el azzal foglalkozni, hogy nem csak maguknak, a menekülőknek van szüksége segítségre, hanem mondjuk azoknak is, akik így a frontvonalon a menekülőket segítik. Tehát én azt is mondom, hogy azt is érdemes végig gondolni, hogy mi az a saját szereprepertoárunkból, szakmai tudásunk, amivel tudunk valamit csinálni, mert hogyha mondjuk, nem tudom én, szuper trénerek vagyunk, és tudunk mondjuk egy pár jó, nem tudom én, energizer játékot, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy keressünk egy olyan szervezetet, intézményt, ahol nagyobb számban vannak befogadva a menekülők, és tartsunk egy gyerekfoglalkozást, vagy toborozzunk öt olyan embert, akivel mondjuk kézművesezni tudunk a gyerekeknek. Tehát, hogy egy kicsit ezt érdemes végig gondolni, illetve azt, hogy hosszú távon mi lehet még az, ami segíteni tud. Ugye vagyunk egy páran olyan professzionális segítő szervezetek, akikre most extra teher hárul, most a teherhet azt pozitív értelemben is mondom, inkább kihívásnak nevezném inkább. Nekünk például arra is szükségünk van, hogy legyenek olyan önkénteseink, akiket utána mi felkészítve, koordinálva tudunk menni akár iskolákba, intézményekbe segíteni. Tehát az önkéntes munka ilyen szervezet formában is nagyon sokat tud segíteni, és hát
Csúnya dolog erről beszélni, de a pénz is sokat számít. Tehát, hogy most van 1% gyűjtési időszak, szerintem azt is tehetjük, hogy válasszunk egy olyan szervezetet, aki mondjuk régóta struktúráltan foglalkozik a kérdésre, és adjuk nekik az adónk, vagy rendelkezzünk számukra az adónk 1%-ával, vagy adományozunk olyan ügyeknek és szervezeteknek, akik ezt jól csinálják. Van egy másik része ennek az egész háborúnak, a szülők és háború kapcsolatnak, az a mi családunk. És nekünk szülőként, modern anyaként és apaként azt hiszem, hogy felelősségünk is, feladatunk is, hogy a gyerekekkel beszélgessünk a háborúról. Az én 4,5 éves kisfiam annyit ért, hogy tankokkal lövik egymást emberek a szomszédban, de megmondom őszintén, én saját magam is el vagyok akadva abban, hogy ez milyen mélységig szabad lehet, anélkül, hogy megijeszteném elmondani neki, hogy most tulajdonképpen mi történik. Hogyan beszéljünk a gyerekekkel a háborúról? Szerintem az mindenképp fontos, hogy a szülő ismeri legjobban a saját gyerekét, és az ő határait, kereteit. Az is fontos, és ezt így nagyon sok helyen leírják, és utána persze nehéz ezzel mit kezdeni, hogy a saját életkorának megfelelő módon érdemes beszélni róla, azt amennyire, és ebben szerintem nagyon fontos ez az ilyen nyílt odafigyelés a gyerekre, hogy mi az, amit ő elbír, hogy ténylegesen próbáljunk a kérdéseire válaszolni, hogy érjen erről beszélni. A tabusítás semmiképp nem jó, tehát hogy ez a kicsi vagy még ehhez, meg izé, szóval ezek mindenképp nagyobb szorongást keltenek, mint hogyha beszélünk róla. Sokszor mondják, hogyha játék közben valahogy így felhozzuk a témát, az segíti a gyerekeket. Szerintem a gyerekek sokkal okosabbak, mint mi vagyunk valahogy. Szóval, hogy ők fogják tudni, hogy nekik mire van szükségük. Az biztos, hogy most nem akarom azt mondani, hogy mit ne csináljunk, de ez a gyerek kisfiam, üljünk le és beszéljünk a háborúról, ez biztos nem oké. Az, hogy a kérdéseikre megpróbálunk minél őszintébben válaszolni, és akár azt is, hogy nem tudjuk, hogy én is félek, hogy a szorongás, tehát hogy félni ért. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy valós élmény, egy szorongást keltő helyzet. Tehát, hogy ebben az, hogyha ezt az egészet negligáljuk, vagy azt mondjuk, hogy á, kisfiam, semmi, az nem fogja oldani ezt a szorongást. Szóval szerintem az, hogyha ez cselekvésbe fordul, mondjuk egy nagyobb gyerekkel közösen szendvicset készíteni, vagy elmenni valami programra, az is segíthet, hogy mi most, vagy hogy gyere, pakoljuk össze, gyűjtsük össze a ruháidat. Vannak olyan ember, gyerekek, akik most egyedül van, vagy nem egyedül vannak, de akik nem tudták elhozni a játékaidat, de nézzük végig, hogy mi az, amit meg tudsz osztani. Tehát ezek tudnak jók lenni, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mi szülőként érezzük azt. És különben nagyon sok jó tanács is látszik az interneten, tehát lehet ilyeneket találni, de hogy alapvetően mi vagyunk a saját gyerekeink szakértői, az fontos, hogy tisztában legyünk a saját érzéseinkkel ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha az van, hogy én is félek, meg engem nehezen érint, akkor erről is lehet beszélni a gyerekekkel. Köszi szépen. Dühös vagyok. És próbálom úgy föltenni a kérdést, a következő kérdést, hogy nem kiabálok közben, de valami olyasmi hang van odabent, ami ott kiabál nagyon-nagyon erősen, hogy a fenében történhetett ez. És akkor ezt megpróbálom egy rendes kérdésre átformálni most neked, hogy te, aki 25-6 éve migránsokkal foglalkozol, tehát háborúkkal, feszültségekkel, geopolitikai változásokkal foglalkozol. Hogy látod, hogy hogyan történhetett ez tőlünk néhány száz kilométerre, hogy ma előfordulhat, hogy emberek komolyan gondolják, hogy elindulnak tankokkal, meg lövöldöznek.
És persze van egy ilyen álkérdés abban, ahogyan és amit ezt fölteszek, de hogy mégis az van, hogy én, aki 44 éves vagyok, olyan generáció tagja vagyok, akik nem láttak háborút. És ugye már komoly felnőtt emberekként élünk itt ebben a társadalmunkban úgy, hogy fogalmunk sincs igazából, hogy milyen az, hogy háború. És valahogy el is hittük azt, hogy hát közelünkben, pláne nálunk, meg aztán egyáltalán nem lesz háború. Miről beszélünk? Ne vicceljünk már. Hogyha háborút akarunk látni, akkor videójátékozunk egyet a nagy színes lapos tévénken. Hogy történhetett az, hogy a 21. században emberek katonásdit játszanak, és halomra ölik egymást? Erre én sem tudok válaszolni, mert hogy így, hát így történhetett, hogy most nem tudom azt mondani, de őrült emberek, őrült helyzetekben, tényleg, tehát hogy nem. És ez alapvetően azért is érdekes, már hogy nem érdekes egyáltalán, vagy azért is borzasztó, mert ugye senki nem sejtette, tehát hogy ezt sem sejtette senki. Tényleg, erre igazán nem tudok válaszolni, és nem se tapasztalatom. Szóval, hogy így ez van, látható, hogy mi történt, de közben nem lehet érteni és ezt ugye nagyon-nagyon komoly szakértők sem értik pontosan, és nem tudják azt, hogy valójában mi ennek a célja. Azt lehet látni, hogy ezt nem így találták, tehát nem erről volt szó, ez sem egyik oldalról, de hogy idáig eszkalálódhat egy dolog, ez nyilván tök elképesztő és felfoghatatlan. És én is ugyanígy tudok ezzel menni, ezzel az érzéssel, amit te megfogalmaztál, ez a dűk, és ez igazából egy ilyen értetlenség a helyzettel kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy sokan sokat tettek azért, hogy ez a háború ne törjön ki. Van valami fajta információ, tudásod, gondolatod azzal kapcsolatban, hogy ez az interkulturális párbeszéd, ez a kelet-nyugat feszültség, viszony, kapcsolódás, ez hogyan nem sikerült jó irányba terelni? Én nem érzem azt, hogy itt interkulturális konfliktusok lennének. Szóval, hogy ez a hatalmi konfliktusnak egy tök más dimenziója. Szóval, hogy ez alapvetően szerintem nem egy konfliktus, tehát hogy ezért mondtam azt, hogy szerintem ez nem ukrán-orosz háború, hanem Oroszország lerohanta Ukrajnát, tehát hogy ugye amikor azt mondjuk, hogy két fél valahogy nem jut dűlőre egymással, és ott van szükség mediációra, van szükség harmadik félre, aki segíti a tárgyalást, hogy nagyon fontos, amit mondasz, hogy ezek sokszor interkulturális konfliktusok, nagyon mélyen gyökerező kulturális különbségeknek az eszkalálódása, én itt ezt nem érzem. Tehát, hogy nem ez az issú, hanem az, hogy a Putyin úgy gondolta, hogy neki joga van arra, hogy nem tudom én, újra a Szovjetunió egy legyen és egységes, és ez már szerintem egy kicsit az elmebaj. Tehát, hogy így nyilván nem mondhatom azt, hogy egy háború is racionális, de hogy alapvetően szerintem ez nem ebben a dimenzióban zajlik. Igen, az én kérdéseim is részben álkérdések, mert hogy sajnos én is azt gondolom, hogy ez pusztán gazdasági kérdés és hatalmi kérdés. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy népek hogyan értik meg egymást, hogy ki hova született meg egyáltalán, hanem itt arról van szó, hogy van egy játéktér, azt fel kell osztani, itt újra kell rendezni a sorokat, és az újra rendezés az feszültséggel jár, és ezt a feszültséget jelen pillanatban ahhoz, hogy azt a feszültséget, ami ahhoz kell, hogy újra lehessen rendezni a világot, az erőviszonyokat, mind gazdaságilag, mind geopolitikailag, azt a mennyiségű feszültséget, azt jelen pillanatban háborúval lehetett előállítani. Hát illetve, hogy szerintem nagyon fontos, erről még nem beszéltünk, de hogy a manipulációnak mekkora szerepe van ebben, tehát hogyha megnézzük, hogy mondjuk azok a híradások, amiket Oroszországban lehet hallani erről a
háborúról miről szólnak, hogy mennyi releváns információ van, hogy azok a kis katonák, akiket kivezényelték, csak egy kicsit még túlszolgálni, azok hirtelen nem egy hadgyakorlaton találták magukat, hanem a háborúban. Szóval, hogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy ennek az egésznek a manipuláció része most már egyre brutálisabb, és a közösségi média az ezeket a dolgokat nagyon erősen tudja támogatni. Nyilván tudja a kárait, vagy a kárenyhítő is tud lenni, de ez csak akkor, hogyha erre tudatosan tekintünk. Mit üzen a gyermekeinek ez a háború? Erre nem tudok válaszolni. Neked csak az jut eszembe, hogy veled is megtörténhet, vagy velünk is megtörténhet, de ez közben egy elég rémes üzenet, szóval, hogy valahogy talán akkor azt mondom, és nem ezt, hogy bármikor, bárkiből, bármi történhet, mert ez így borzasztó élni, hanem talán azt, hogy nagyon fontos az, hogy energiát fektessünk abba, hogy vagyunk a másik emberrel, és hogy a szolidaritás, az elesettek támogatása, az mekkora nagy fontossággal bír. Illetve, hogy tényleg az, hogy amit mi megadunk most, azt valahol vissza fogjuk kapni. Most lehet, hogy nem ugyanebben a kontextusban, de hogy ez is egy fontos üzenet. Kata, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden vendégemtől megkérdezem a beszélgetésünk végén, amit most, hát kíváncsi leszek, hogy mit fogsz rá válaszolni, hogy mit jelent számodra az apaidő? Először, amikor meghallottam, akkor így ezen kezdtem el gondolkodni, hogy fú, miért kell ilyet mondani, hogy apaidő? Tehát, hogy miért, tehát, hogy az apának van ideje, tehát, hogy miért van egy ilyen külön téma, hogy apaidő? Mert hogy szerintem az tök jó lenne, hogyha nem apaidő, meg anyaidő lenne, hanem a gyerekekkel vagyunk együtt sokféleképpen, apukaként, anyukaként, nagymamaként, és hogy nem ne az legyen a tudatosítás, hogy én mondjuk férfiként hogyan veszem ki a részemet jobban a családból, hanem hogy ez egy közös történet, amiknek a szerepeit közösen írjuk, és hogy valahol igen, tök fontos az apaidő, mert ezt látom mondjuk a saját családunkban is, hogy legyenek olyan plusz dolgok, amik csak az apukának és csak a gyerekeknek a saját szerepei, de ugyanúgy az én idő is tök rossz, hogy van ilyen szó, hiszen természetesnek kéne legyen, hogy ezek organikusak, és nem kell külön címke ahhoz, hogy nem tudom én, így tudatosítsuk, hogy apa időre is szükség van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetésünket. Igen, teljesen egyetértek veled. Legyen egy olyan világunk, ahol nincs szükség apaidőre, nincs szükség anyaidőre, nincs szükség én időre, és nincs szükség háborúra sem. Köszönöm szépen Bognár Katának, a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület szakmai vezetőjének, hogy ma beszélgetett velem, és hallhattuk a gondolatait az ukrán háborúval kapcsolatban. Köszönöm szépen, Kata! Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Az apaidő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövessd az Instagramon az apaidőt.